A Patriot Budapest következő ellenfele hazai pályán a Jégpalotában ismét egy erős csapat volt, igaz, az MHL-ben nincs is gyenge ellenfél. Az amuri Tigrisek az MHL nyugati főcsoportjának 13. helyén állnak, így szoros mérkőzésekre számíthatott a nagy érdemű. A hazaiakon már a meccs elején érezni lehetett a feszültséget, akik a pálya minden szegletéből lőttek, ám sikertelenül. Az Amur Habarovsk ifjúsági csapata azonban nem adta alább. Az első harmadban egy, míg a másodikban két gólt is szerzett, többnyire védelmi hibákból. A harmadik játékrészben aztán két agresszívan játszó együttes lépett pályára, ütközés és sérülés is akadt bőven, de hazai gól csak nem született, sőt az ellenfél bevágta a negyediket. Ez a találat azonban nem maradt hazai válasz nélkül, Priganc átadásából Dávid Bajanik állította be a 4-1-es végeredményt. Nem voltam benne biztos, hogy gól lesz. Csináltam egy cselt és próba szerencse. Kapura lőttem. Sikerült. Mi lett volna, hogy ez a gól előbb jön, bár ugye sportról beszélünk és a hat nem szoktuk fölteni, de hát azért változhatott volna az eredmény szerinted? Biztosan jobb lett volna, ha az első harmadban lövöm a gólt, de hát ez van. Amúgy is keveset lőttünk kapura, ezen változtatni kell. Persze az is számított, hogy ez egy nagyon kemény meccs volt. Több sérült is lett. Nagyon sajnálom a fiúkat, de ez a jégkorom. Az embernek mindig számolnia kell azzal, hogy megsérül. Ezért próbálunk az edzéseken is arra készülni, hogy ezt elkerüljük. Most kevesebb teljes értékű játékosunk van, de így is fel kell vennünk a versenyt a többi csapattal. Nincs megállás. Az edzői stáb nem volt elégedett az eredménnyel. Nem biztosan máma nem elégedve az eredménnyel. Voltatok, hogy fogunk győzni máma. A Habarovsk csapat volt igen jó az első, még a második harmadban. A utolsó harmadot már játszottunk egy-egy, de sajnálom a másik harmadban csináltak a hátvédő kettő individuál hibát, akkor az volt az önökről problémánk, hogy kaptunk kettő gólt a második harmadban. Azt hiszem, ez a mérkőzés borzalmasan kemény volt, hiszen a csapatból többen is megsérültek. Igen. Kettő játékos, Benji nem sérült a első harmadban, még a Richard Hardy, aki végezett a meccset a kórházban, sajnálunk, de másik játékos is vannak sérülve, de nem annyira, hogy nem tudtak végezni a meccsben. Ugye legutóbb értesültünk arról, hogy a csapat gyakorlatilag augusztus óta állt össze. Hogyan értékeled, milyen formában vagytok most? Hát arra időre gondolkozok, hogy nem volt csak időm, hogy összerakjuk a csapat, csak egy hónapig megcsináltuk a dolgot, és mindjárt bejöttük a versenybe, a játékba, a ligába. Mámo volt, játszottunk 27. meccset, itt igazán kemények, erősek minden csapatok, az orosz ligát mindenki tudja, hogy profi nagyon erős, de lehet, hogy játékosnak is egy picit már fáradnak is vannak. De gondolom a novemberben nincs megállás, milyen meccsek várnak még rád novemberben? Ez egy héti break, szünet, mert válogatott csapatnak játszanak a tornákot. Azután megyünk a Belarusia, Fehér Oroszországból, és ott játszunk a Minskba, még a Babruszkba, és utazunk tovább, mert 61 meccs minket vár. A második Habarovsk elleni összecsapás már jóval szorosabb eredményt hozott. Egy harmadnyi igazán élvezetes hazai játék, fegyelmezett akciók és kemény ütközések, röviden ez jellemezte a mérkőzést. A végeredmény is jóval kedvezőbb lett, a budapestiek 3, míg az amuri Tigrisek 5 gólt szereztek.